Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti magazinja. Vasárnap volt a Diabétesz világnapja. Ennek kapcsán lesz vendégünk egy szakember a mai műsorban, de előtte nézzük, hogy még mivel várjuk Önöket a következő bőfél órában. Vízügyi beruházások. Tovább nőhet az árvízi biztonság a Felső-Tiszavidékén. Nemzetiségi konferencia. Svábok tanácskoztak napkoron. Diabétesz világnap. Több mint 1 millió magyar érintés számuk növekszik. Tovább nőhet az árvízi biztonság a Felső-Tiszavidékén. A következő években több 10 kilométeren magasítják meg a töltéseket, új zsilipeket építenek és a gátőrházakat is korszerűsítik. A témával kapcsolatban vendég a stúdióban Dajka István, a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság osztályvezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Még mielőtt a konkrét fejlesztésekről beszélnénk, azért arra kérem, hogy a fejlesztések hátteréről is beszéljünk, hiszen ha jól tudom, azért ennek vannak bőven előzményei. Már egy több éves munkának a folytatása ez a jelenleg tervezett bővítés, fejlesztés. Igen. Itt a Felső-Tiszavidékén, ugye az ezredfordulón környékén, 98-ban kezdődően nagy árvizek vonultak le. 2001-ben sajnos töltésszakadás is okozott. Pont és egyébként ebben az évben volt. Igen, a 20 éves évforduló volt a tavasszal, és hát egy ilyen árvíz sorozat után mindig a szakembereknek feladatot jelent, elgondolkozunk azon, hogy mi okozhatta ezt, és miért volt az, hogy négy éven keresztül négyszer jött nagy árvíz, és hogy mit lehet tenni, főleg ez. Ugye ez megtörtént 2002-ben, miközben a töltésrendszer fejlesztése 97-ben elindult, és itt a Gulács feletti, tehát Gulástól Tarpáig, illetve Tiszabecsig a Tisza töltés fejlesztése is ugye elkezdődött, és folyt akkoriban is. Aztán ugye a vásárhelyi terv továbbfejlesztése program, ami 2004-től indult, és törvénybe is foglalták, kimondta, hogy töltésrendszer kiépítése fontos. Emellett árvízcsúcs csökkentő tározók építését kell a Tisza mentén betervezni, és a nagyvízi meder javításával is foglalkozni kell. Évről évre lehetett hallani arról, hogy fejlesztenek, tehát minden évben azért töltést magasítottak, ez csak egyetlen része ugye a fejlesztéseknek. Mi az, ami megvalósult eddig? Tulajdonképpen az előírások szerinti, ugye itt mindig a magasságra koncentrálunk, magasság legyen a töltés. De keresztelmény szempontból sem mellékes, hiszen akkor van tömeg, akkor van ellenálló képessége a víznek, akkor tudjuk ellenállni, hogyha megfelelő méretű, magasságú egy töltés. Ez a 2012 előtti érvényben lévő előírásoknak ezeken a szakaszokon megfelelt a Tisza töltése. De ez a vizsgálat, ami ugye indukálta új matematikai, fizikai módszerek, tehát új árvíz számítási módszerek, szimulációk, ugye jöttek 10 után, lehetőség nyílt rá közösen az ukránokkal, ukrán szakemberekkel, újabb számításokkal, elemzésekkel arra lyukadtunk ki, hogy ez a régi mértékadó szint az már alacsony, és ennél magasabb szintek várhatók. Ezt törvénybe foglalták 13-tól, és ez a fejlesztés erre irányul, hogy ezt építsük tovább, ezt a korábbi fejlesztést magasítsuk, és a 19-ben záródó két projekt, Tiszabecstől Tiszakóródig, illetve a Tivadari híd környékén, ezeknek a folytatásaként, mint egy összezárva az országhatártól, Tiszabecstől, illetve Tarpától kezdődően Gulácsig, illetve Kisharig a töltés ki lesz építve, beleértve a túl alsó 11 kilométeres töltés szakaszát is, ahol a Tisza visszaduzzaszt nagy árvízkor. No, én azért kíváncsi lennék érdekességekre. Csak az, hogy ugye, hát nem tudom, hogy mennyiben lehet ilyenről beszélni, hogy átlagos töltés magasság, hogy korábban mennyi volt, és a célul mennyit tűztek ki? Első körben ez. Igen, tehát a 98-as árvízkor körülbelül 3 méterrel alacsonyabb töltésen védekeztünk, mint amennyit
amennyi lesz most a töltés. És másfél méter, kb. Másfél méteres emelés következik, ugye, amilyen nem most vagyunk, a 2000-es években történt fejlesztést követően. Az árvízszint, ugye említette, hogy az ukrán szakemberekkel közösen arra megállapításra jutottak, hogy az árvízszint az emelkedni fog, és akkor mennyi volt az átlag, amivel korábban számoltak, és akkor az új számítások mit mutattak? Igen. És ennek megfelelően ugye a töltés magasságépítés. Igen, az új vízszint, amit ugye elképzelünk, 2001-es árvízszint, az egy jó nagy víz volt, aki átélte, látta, tudta, ezt Tiszabecsen az új feltételezett számítási vízszint 1 méterre haladja meg a 2001 évi tetőzést. Tivadarnál majdnem 2 méterrel lesz magasabb ez a vízszint, nominális, vásáros nominális ugye még magasabb. Tehát ez egy jelentős, és a töltés erre plusz 1 méterre lesz kiépítve. Tehát azt jelenti, hogy Tiszabecsnél, ha 1 méter magasabb árvíz jön, akkor a töltés remekül állni fogja a próbát, mert még 1 méter biztonság marad. Ugyanígy végig a szakaszon. Magyarán akkor biztonságban lesz a lakosság, és nem fordulhat elő az, mint 2001-ben? Azt, hogy abszolút biztonság nem létezik, de sokkal nagyobb biztonságban lesznek a beregélyek, a tiszaszamos közök, a tisza túlmentiek, tekintettel arra, hogy azért hirtelen, hogy 1 méter olyan a magasabb árvíz növekedés ritka dolog, de ha ez bekövetkezik, ugye elmondtam, még az is, ahhoz is elég erősek lesznek ezek a töltések, és hát a védekezést az folytatni kell, a szükség lesz az erőre, a védekező erőre, a figyelésre, hogy tudjuk, hogy milyen víz jön ránk, mikor jön, mert sok idő sajnos nincs arra, hogy felkészüljünk. Beszéltünk arról, hogy a vásárhelyi terv keretén belül azért már jócskán valósult meg töltés, fejlesztés. Ez körülbelül egyébként eddig mennyi valósult meg, és a következőkben még mi az, amire lehet számítani? Hát ez jó kérdés, mert az, hogy mennyi valósult meg eddig, az több mint 100 kilométer a Felső-Tisza vidékén. 130-140 kilométer körül van 97 óta, amennyit töltést sikerült fejleszteni. És a következő 40 kilométer fejlesztése előtt állunk, ez a projekt, ez erre irányul. Ahogy elmondtam, ugye Gulácstól az ország határig, és a túrnak az tolkati szakasza, ez is komoly mennyiség, és komoly munka lesz ezt megépíteni. Gondolom, önök nem véletlenül nem töltés fejlesztésnek nevezik ezt feltétlenül, hanem védmű fejlesztésnek, ugye? Tehát, hogy igen, azért ez egy több tényezős. Árvízvédelmi rendszer fejlesztés egész pontosan, mert ugye a tározókat is ideértjük, a töltésekben ugye ott vannak a zsilipek, zsilipeknek az átépítésével jár, hogyha már jó nagy töltés szelvényt kell, akkor a régi zsilipet ki kell venni, mert az már nem lesz elég erős ahhoz. A folyómedret is erősíteni kell, a partbiztosításokat, ez is szerepel ebbe a projektbe. És hát a gátőrházak és a monitoring rendszer fejlesztése, a korszerűsítése, ez ugye sose áll meg, ez a monitoring, az adatokra szükség van, az adatok korszerű értékelése az előrejelzésnél nagyon fontos. Gátőrházak, akkor ezek szerint még mindig létezik a szakma? Tehát gátőrökre is továbbra is szükség van? A gátőrjárás az alapegység a mi szakmánkban. Nyilvánvalóan a gátőr, aki ott végzi a munkáját, és az biztos, hogy a gátakat őrizni kell, az állapotukat meg kell őrizni, karban kell tartani, ez békéidőben úgymond, tehát árvízvédekezési időszakon kívül folyamatos munkát jelent. Amikor itt a víz és terhelés kapnak a töltések, ez az árvízvédekezési időszak, akkor viszont még további erők kellenek, a segéd, gátőrök, vagy a mérnökök, a technikusok, és a további nem vízügyes csapat is, ugye még önkéntesek is elférnek ilyenkor a töltésen, meg munkát tudunk nekik adni, különösen ott, ahol ugye nem elég erősek ezek még.
Tehát a gátőrnek ott központi szerepe van, szervezi az őrjárása munkát. Ez az őrjáráshoz pedig változunk, valahol 12 km és valahol akár 25 km is lehet. Ha jól tudom, azért az önök munkájában a tekintetben történt változás, hogy most már nem csak árvízvédelemről szól az önök munkája, hanem víz megtartásról is, hogy erre dolgozzanak ki koncepciókat, és azért erre vannak is koncepciók. Igen, mi sem gondolkozhatunk árvizesek, én is árvízvédelemmel foglalkozok, hogy csak árvízvédelmi rendszer, és csak ezt lássam. Az integrált vízgazdálkodás elmélete, illetve elve, ezt megköveteli tőlünk, és ezek a vizsgálatok, amit említettem, hogy a ukránokkal közösen vizsgálódtunk, ez ugye a klímaváltozásra is kiterjed, és az pedig ugye azt is jelenti, hogy nagy árvizek is, nagy csapadékok is lehetnek, de lehet, hogy szárazodás is lesz, száraz időszak. És akkor viszont a vízpótlásra van szükség. Tehát nekem gondolkozni kell, nekünk, árvizesnek ezen is. Ez a projekt is tartalmaz a túlmenti holtmedrek közül kettőnek a vízpótlását. Az öreg túr vízbetáplálását biztosító sonkádi osztózsilip is átépül, és egy nagyobb vízhozam bevezetésére is képes lesz, mint amennyi jelenleg szükség van. A holtmedrek azok pedig magától értetődőek vizes élőhelyként fognak működni. A nagyari Petőfi zsilip szintén átépítésre kerül, ez pedig a nagyari turág, az öreg túrnak az a Tisza felé kivezető ágám van rajta jelenleg is, és az új is ugyanígy lesz. Ott egy vízmegtartás, vízvisszatartási funkció is van, nem csak az árvíz ellen kell védeni a mentett oldalt, hanem hogy a vizet is meg tudja tartani a nagyari túrágba és az öreg túrba. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Nagyon szívesen. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.